Reklám következik! Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak! Tehát a saját fegyverünket fordította ellenünk Muratjakin nem tudom, hogy erre föl voltunk-e vajon készülve, mert bennem volt egy olyan érzés is, hogy az előző mérkőzések a felkészülésre választott ellenfelek Írország, Izrael inkább abba az irányba mutattak, hogy itt mi a saját játékunkat akarjuk begyakorolni, erősíteni, a saját identitásunkból fakadó erősségeire akarunk rájátszani, hogy vagyunk annyira jók, hogy most már persze, ameret, hogy valamelyest alkalmazkodunk az ellenfélhez, ragaszkodunk is ahhoz, amikben jók vagyunk, azokhoz a játék kapcsolatokhoz, amelyek erősek nálunk. Ehhez képest most azt láttam, hogy az nem működött egyáltalán, vagy csak nagyon-nagyon kevés esetben a második félben helyenként. Cserébe az ellenfél húzott egy váratlant, amit nem tudtunk egyszerűen kezelni. Zitzer, aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki kis Attillával és Kele Jánossal. Sziasztok, ez itt a Zitzer első élő EB kibeszélője minden magyar válogatott meccs után közvetlenül. Itt leszünk, hogy átbeszéljük az adott mérkőzés tanulságait azt hiszem a mainak van elég sok tulajdonság, és akkor ö, van elég sok tanulsága, és akkor fordulok itt a beszélgető partnereimhez, Kárnoki és Attilához szokás szerint, illetve az ígyszer szerkesztőjéhez, Peleg Dávidhoz, aki először itt a képernyő előtt. Szia Dávid, üdvözlünk, debütálsz. Igen, egy elbén. Egy elbén, azonnal. Hát ö, úgy nézett ki néhány magyar játékos ezen a meccsen, mint hogy ők is debütáltak volna a nagy tornán, vagy legalábbis ö, azt a szárnyaszegettséget, amivel néhányan közlekedtek, különösen az első fél időben, azt nehéz mással magyarázni logikusan, bár Attilának a meccs közben volt erre egy megfejtése. Igen, a sportban van egy, van egy ö, ilyen kézenfekvő magyarázat, erre, hoppá, kézenfekvő magyarázat erre, amit egyébként alapvetően pszichológiai tényezők hatnak rajta, pátiának hívják. Ez egy nagyon-nagyon érdekes állapot, a, a, ugye jó magam is voltam ebben, nem futballpályán, hanem kicsit más pályákon mozogva. De ez egy olyan állapot, amikor az embernek hihetetlenül éles az agya nagyon furcsa Fókuszált állapot. állapot. Úgy, úgy is érzed, hogy, hogy nem is nagyon izgulsz, tehát nem, nem az van, amikor túl pöröksz, és akkor vörös fejjel rohangálsz, és teljesen túl pöröksz, hanem úgy érzed, hogy egy optimális állapot vagy, mindent, mindent konstatálsz, mindent tűjelesen látsz, és akkor vagy tű pontosan látsz, és akkor viszont mégsem tudsz úgy cselekedni, valahogy le vagy lassulva. Tehát a gondolati gyorsaságod, a mozdulati gyorsaságod mégis egy kicsikét lassabb. Én ezt éreztem a, a srácokon az első fél időben. ebből adódott egy rakás olyan meg nem értés, egyéni hibának tűnő, vagy, vagy csúnya egyéni hibának tűnő ö, megmozdulás, ami, ami azért ettől a válogatottól eddig, vagy erre a válogatottra eddig nem volt jellemző. Mondhatjuk, hogy ez csalódás az az eredmény, vagy főleg a meccskép, talán inkább ez utóbbi. Hát a meccskép az mindenképpen, legalábbis ami az első fél időben volt, az, az botrányos volt igazából. Um, így nagyon dicsértük a válogatottat, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt négy évben. Tényleg amúgy elképesztő, hogy honnan hova jutottunk. Van ennek a csapatnak identitása, viszonyultunk a hagyományokhoz, visz... ezt a rel relacionista játékot elkezdtük játszani. Tök jó volt, hogy a rendszer, rendszer szinten mozogtunk ennek az útnak az elején, és akkor rendszerbe ejtottunk odáig, hogy elkezdtünk így káoszt teremteni a pályán. Uh, hát ebből a káoszból most a, most a rosszabb big verziót láttuk, amikor igazából uh, nem az ellenfelet sodortuk be a káoszba, hanem mi magunk mi voltunk káoszosak. kezdjük az elején a kezdőcsapatoknál szerintem. Ugye Rosszi azt mondta, az utolsó válogatott barátságos mérkőzés után Izrael ellen nyertünk 3-0-ra nagyon simán, önbizalomtól duzzadó játékkal Debrecenben hogy még egy-két kérdőjel van számára a kezdő csapatban, és ez végül abban a szempontból be is jött, hogy az egyik nyilvánvaló kérdőjel a Szalai Attila és a Dárdai Márton közül a Szalai Attila mellett tette le a voksát, tehát abból a szempontból a rutin mellett, akivel már sok nagy csatát megjárt ő maga is, meg a csapat is, akinek a játék kapcsolata a többi válogatott játékossal erőteljesebb, kipróbáltabb, illetve húzott egy merészet és váratlant azzal, hogy a jobboldali szárnyvédő pozíciójába sérült négó helyére nem Bolla Bendegúzt állította, aki nagyon jól szerepelt Izrael ellen, hanem Fiola Attilát. Valószínűleg azért ennek megvolt az oka, hogy miért gondolta azt, hogy inkább egy védekezőbb Típusú játékost és a támadásokat kevésbé segítő játékostnak szavaz bizalmat, mert azért ez az endője Várgász baloldal a, a svájci uh, válogatottnál. Az eddig is azt mutatta, hogy azért ők ott sokkal erősebbek, átlagosan 30 támadást vezetett egyébként az erdés elejtezők alatt a, a svájci válogatott, dominánsan ezen az oldalon vezették akkor is a, a, a támadásait, tehát úgy gondolkodhatott a kapitány. nyilván találgatunk, ugye nem vagyunk ott az öltözőben, a taktika értekezeteken, hogy, hogy ott egy, egy kicsit erősebb stabilitás, vagy egy kevesebbet fölrohangáló szélen szárvédőként keves, inkább a védekezés segítő játékosra van szüksége. De közben, bocsáss meg, a szerepköre Fiola Attilának abban a nagyon ritka egy-néhány alkalomban, amikor meg tudtuk egyáltalán tartani a labdát az első fél időben, mert ezekre tényleg alig-alig volt példa az első 45 percben, hogy föl tudtunk egyáltalán állni labdával az ellenfél térfelén, mert jó esetben adogattunk hátul, rossz esetben meg közünk nem volt a labda nem adogattunk. akkor Fiola próbált ezt a befelé lépő jobb szárnyvédőt játszani, mint amit egyébként megszokhattunk, akár Négótól, akár Bollától, akár a túloldalon kerkesztől, és hogy ugye a, 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 belső védőknek, a szél játszó belső védőknek kellett belépni a vagy kellett volna belépni a támadásokba. Ebből a szempontból én taktikai váltást nem láttam egyfelől. És csak az én magyarázatom volt tehát lehet, hogy Más vagy én felől... magyarázom azt, hogy hogy gondolkodhatott a kapitány, de valóban egyébként... Igen. Másfelől meg a svájciak baloldalam megcsinált bennünket teljesen. Igen. Tehát az, 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 az tanárdiák Igen. foci volt ott is Errel, aki ugye igazából papíron ezt a baloldali szányvédőt játszott, ugye nem így volt felrajzolva a felállás a közvetítésben Igen. sem. Egyébként ez egy meglepő húzás volt. Igen. Mi is azt beszéltük a tornát, hogy valószínűleg az Endoje fogott játszani, nem Endoje, egy ilyen Shadow Strikert vagy árnyékéket játszott Duán mögött, és várgászak kombináltak, Ebisher pedig labda birtoklás esetén jött befelé a középső. A második volt is igaz... onnan lőtte befelé. Igazából évetől. a saját fegyverünket fordította ellenünk Murat Yakin. Nem tudom, hogy erre föl voltunk-e vajon készülve, mert bennem volt egy olyan érzés is, hogy az előző mérkőzések a felkészülésre választott ellenfelek Írország, Izrael inkább abba az irányba mutattak, hogy itt mi a saját játékunkat akarjuk begyakorolni, erősíteni, a saját identitásunkból fakadó erősségeire akarunk rájátszani, hogy vagyunk annyira jók, hogy most már persze, amellett, hogy valamelyest alkalmazkodunk az ellenfélhez, ragaszkodunk is ahhoz, amikben jók vagyunk, azokhoz a játék kapcsolatokhoz, amelyek erősek nálunk. Ehhez képest most azt láttam, hogy az nem működött egyáltalán, vagy csak nagyon-nagyon kevés esetben a második félben helyenként cserébe az ellenfél húzott egy váratlant, amit nem tudtunk egyszerűen kezelni. Szerintem, amúgy egyetértek a tilával, szerintem, hogy nem volt elvetélt ötlet hogy fiolát rakta be Bolla helyére az endoya Vargas kapcsolat az ott tényleg elég veszélyesnek nézett ki, és azért a Bola Bendegúz nem a védekezésben a legerősebb ott a szélen. ugye inkább középpályás játszott most már a szervetbe, itt a szezon második felébe, úgyhogy az nem volt egy, nem volt egy eleve rendeltetve egy rossz döntés, de, de hát szegény Fiola elég eléggé formán kívül játszott, tehát látszott rajta a meccs hiány. Uh, ugye ő májusban egy kulcsontörés szenvedett, úgy jött el erre az Európa Bajnokságra, hogy május óta nem volt uh, mérkőzése, uh, ilyen éles mérkőzése. Um, igazából Uh, meglep megleptek szerintem minket, így abszolút, aki meglepte Rosszit is, arra tényleg nem tudtunk reagálni. Beszél még egy picit a taktikáról, mert az is nagyon feltűnő volt, hogy letámadásunk nem nagyon volt, vagy nem nagyon létezett, nyomás alá a svájci labdakihozatalokat, vagy azoknak a kulcsembereit, Akanjit és Jackát egyébként név szerintem említve, szinte elvétve sem tudtuk helyezni, és picit az az érzés volt az embernek, az első fél időt nézve főleg, azért beszélek erről ilyen hosszan, mert szerintem ez meghatározta alapjaiban a mérkőzést a végeredményt is ugye alapjaiban kialakította, meg hát az egész érzetünket a meccssel kapcsolatosan ez határozta meg, hogy mit láttunk az első félidőben a várakozásainkhoz képest. Hát úton voltunk, ugyanúgy, mint a skótok. Tehát fönt voltunk, nem volt ugyanakkor nyomás a labdáson, ezekkel a rotációkkal, meg belső elmozgásokkal, hogy a duáj csomószor visszalépett, ugye Várgász Endoé cserélgették a helyüket, Jacka belépett oda a két középső középpályás közé, fölvett a labdát, vagy éppen visszajött, variálták a svájciak, hogy mikor három védővel hozzák ki a labdát, mikor négy védővel a labdát. Tehát iszonyatosan jól meg volt ez tervezve és szervezve. Mi meg nem értünk oda egy a párharchoz, vagy egy szereléshez, vagy bármilyenhoz, ami meg tudta volna zavarni ezt a, ezt a labdakihozatát. Úton voltunk folyamatosan, és mindenkitől elnézést kérek, de az első kapott gól az ezen a szinten, hát hogy mondjam, az, hogy elfogadhatatlan, vagy, vagy fölfoghatatlan. Tehát az egy, egy tanárdiák foci két egyenes fölpassz a vonalak közé egymástán kétszer, úgyhogy mindenki teljesen ütemen kívül közlekedik, és szóval én nem nem, nem, nagyon kellene gondolkodnom, hogy mikor láttam mennyire már, már megalázó volt egy Európa bajnokságon. Hát és annyira nem volt egyébként nyomás, azt az első gólt 22 svájci passz előzte meg, ami 1980 óta a harmadik leghosszabb ilyen labdajáratás egy gól 22 passzt engedte. Gyerekek, akkor visszatérek az első mondathoz. Tehát amikor az ember ilyen apatikus állapotban van, akkor általában az a, az a klasszikus módon agy leadja az utasítást, és a test cselekszik, az nem működik olyan gyorsan. És ezen a szinten azért, hogyha fél métereket, egy métereket tévedsz, három métereket tévedsz, azt már azért könyörtelenül kihasználják. Egyébként ezeket a, az egyenes mélységi bepasszokat nem egyszer, meg nem kétszer próbálta. Tehát ezt is teljesen tudatosan játszotta a svájci válogatott. Valószínűleg erre is készültek, hogy, hogy milyen módon próbálják meg majd bontani a mi védekezésünket. Nekem egyébként kicsit az volt az érzésem, és akkor ha én elfogadom ezt az általam adott magyarázatot, akkor ez mindent megmagyaráz, hogy, hogy bizony, minden bizonyal megvolt a, a, ugyanúgy a meccs taktika, hogy megszokott lenni egyébként már Rosszinál mindig a meccs taktika, csak most valahogy ez nem működött, és valahol ez, ezért ugye a, magyar magyar labdarúgóvállalat fejlődés történetében elindultunk egy pozíciós játéktól, aztán ugye fejlődtünk, elérkeztünk oda, amit mondtál, hogy most már kicsikét káoszteremtés, szabadabb játék bizonyos pozíciókon belül szerep változtatások, valahol a kettő között maradtunk. És ezért volt az, hogy, hogy jöttünk, mentünk, nem találkoztunk se ellenféle, se labdával, négy szabálytalanságunk volt az első félidőben Én nem vagyok híve a szabálytalanságnak, de még ütközésünk sem volt, sőt, amikor ütközések voltak, akkor többnyire úgy pattantunk le az ellenféről, ami azt látszott, hogy rossz tempóban, rossz ütembe érkeztünk szögből. oda, rossz szögből érkeztünk oda. Tehát innen kezdve ugye már vet, elvetélt volt az egész szituáció. Amikor ezeket próbáltuk, hát szegény Sali az első félidőben, aki egyébként a legalagilisabb volt a, a magyar ö, játékosok közül, és talán még a leginkább ő tűnt nekem élesnek, ö, többet volt a Földön kis túlzással, mint állva. Tehát minden egyes ütközésből ő úgy került ki, hogy puff, és esett. Igen, nehéz helyzetben vagyunk, hogyha jó egyéni teljesítményeket kellene erről a meccsről összegyűjtenünk magyar oldalról, vagy magyar részről sallai, minden bizonyal ezek között ott van, és a másik féldei részleges föltámadásunknak ott azért volt egy jó 15, talán 20 percünk, egészen addig, amíg át nem álltunk két csatára. Utána szerintem megint közünk nem volt a mérkőzéshez. Uh, és abban Salainak kulcs szerepe volt. Uh, a másik, akit kiemelnék én, nyilván a gólpasszos szoboszlai, amellett, hogy mezőnyben nem nézett ki jól, és ezt ki kell mondanunk. Én megmerem kockáztatni, hogy nem teljesen egészséges. Tehát az a játékos, aki az egész selejtező sorozatban minden magyar válogatott meccsen az elmúlt másfél évben a teljes pályát bejátszotta, bebarangolta, mindenhol fölvette a labdákat, kisegített hátra a labda kihozatalban, föltűnt az ellenfél térfelén és presszingelt. Az most oda volt ragasztva majd, hogy nem a baloldali oldalvonalhoz. Hát a, a második nagy részében. az nem is a baloldalhoz volt annyira oda ragasztva. De hogy szem, az első nem 13 labdérintés volt az első félidőben, vagy fárgyal, hasonló? Fölírtam, fölírtam, azt megmondom neked egész pontosan. Azt hiszem, hogy 13. 24 labdarintés volt, és 18 passz. Na, igen, volt. Akkor az mi nem a De fél Aztán, idő végén aztán 17 volt. perc alatt csinálta meg ennek a dupláját majdnem a második fél időben. Amikor viszont tényleg sokkal markánsabb, akkor visszaállt a magyar válogatott arra, hogy, hogy ugye megint elkezdtük inkább a baloldalt túlterhelni, és az, az valahogy úgy. Az jól is volt. nézett ki egészen addig, míg a kerkez le nem jött a helyre, jött Ádám Martin átálltunk két csatára, onnantól az ívelések maradtak, és az ennek a csapatnak nem áll jól, és pláne nem áll jól egy Akanji-ser védőketős ellen. Na azt akar, arra akartam ki, hogy másik játékos, akit még fel tudnék hozni pozitív értelemben, az Séfer András, akinek 75 percen keresztül nem volt rontott passza ezen a mérkőzésen, ami így rendkívül jól hangzik. Egyfelől, másfelől a Séfi ennek a válogatottnak, és különösen a középpájának a leginkább vertikális játékosa. Tehát neki kell vagy megindulni a labdával, vagy vertikális fölpasszokkal az átmenetekben a csapatot előrébb juttatni. Na most, hogyha valaki így játszik, és sokszor ilyen helyzetbe kerül, hogy ilyen vertikális passzokat kell, vagy lehet kiosztani, akkor nem lesz hibátlan 75 perc. Nekem ez a statisztika azt mutatja, hogy valójában ezt a szerepet ő nem tudta eljátszani, nem volt erre lehetősége, nem olyan helyzetekben kapott labdát, és többnyire oldalra Többi vagy hátra a pozícióban kellett. sem ott szerepeltek a játékosok. Igen, ahol nagyon kellett volna. Hát ha még jobb teljesítmények, én Varga Barnabást kiemelném egyébként. Szerintem, amikor fellőtték rá a labdát, fél, más, első fél időben kicsit el volt ő is tűnve, nem nagyon jutottak el hozzá a labdák, de a másik fél időben, amikor ott momentumunk volt, még a gól előtt, meg gól után is nagyon jól készített le. Nagyon jól érkezett, és hát a gólja előtt is tanárjan tette le a labdát, amiből végül abból indult az, abból az, indult az, az, egész, akció. az egész akció, igen. Abszolút, és hát maga az egyébként az a gól, az fantasztikus volt, tehát az megmutatta ennek a csapatnak minden erényét. Tehát ahogyan ott a csatár és a szélsővédő rotálnak a felőtt labdánál, tehát valójában a Varga Barnél szélsővédő helyéről osztotta vissza a szélsővédőnek, aki megindult befelé középre, ugye Bolla, ha jól emlékszem, és abból indult az egész játék, aztán Sallai Szoboszlai összjáték, abból egy egyébként mintaszerű beadás, tehát az abból a pozícióból azt tanítják, hogy oda kell beadni, hiszen nem tud mozdulni rá a kapus, és hogyha jól helyezkedik a csatár, akkor a védő vak szépen be tud kerülni és meg tudja előzni. Egyébként éppen Ébisert, Ébisert előzte meg Varga Barni, úgyhogy ez egy tanári gól, vagy csak ebből sajnos Ebből sajnos nagyon kevés volt, és azért vagyunk nehéz helyzetben, és erre szeretném, hogy kitérjünk még. Én folyamatosan néztem mérkőzés közben a Twittert például, a különféle nemzetközi szakírókat, elemzőket, akik nyilván követik a tornát, meg követték a magyar válogatottat eddig is valamelyest, és tehát itt nem az van, hogy mi elhittünk valamit, ami nem létezett, és most csalódunk amiatt, mert bolond, oktondi módon elhittünk valamit naivan. Nem, hogy minden, minden fogadóiroda opta 48%-ba a Svájcot hozta ki esélyesnek, amit egyébként nem tudom, mire vélnek a Svájc elmúlt 6-7-8-9 meccs, azért annyira nem volt üde, és, és azért az, az, de az, de az de dolog, hogy kire fogadnak az emberek, meg, de hogy így szerintem a nemzetközi szak, szaksajtóban szak, szak is volt egy várakozás a magyar válogatott játékával kapcsolatban, ez egy izgalmas, érdekes, egyébként kifejezetten erős csapatnak látta a nemzetközi szaksajtó is. Minden ilyen tweet az abszolút csalódottság hangját üti meg. Hogy ez az első félidő nem következett abból, amit eddig, amit eddig láttunk igen, ettől igen. a csapattól. Úgyhogy ö, szerintem ne kezdjük el magunkat ostorozni, amiatt, mert az elvárásokat esetleg fölsófoltuk az égig. Nem erről volt szó eddig, amit láttunk, az nagyon rendben volt, nagyon sok szempontból biztató volt, nagyon dicsérhető volt, nagyon különleges volt, nemzetközi összevetésben is. Ehhez képest, amit most a pályán láttunk, az egy csalódás. De szerintem És hát, pontosan a... nagyon rövid ideig láttuk azt, ami, ami erre emlékeztetett. Igen. Ugye az a második félidőnek volt egy ilyen az 55-től 70-72. percig, valóban addig egyébként, amíg ugye az egyenlítés után, és azt is meg tudom érteni, mert ugye kvázi jól értelmeztem, Jani, hogy, hogy kritikaként fogalmaztad meg a, a két csatáros játékot. Tehát még azt is meg tudom Szerintem érteni. Szerintem az hogy nem hogy... be. Tehát... Igen, igen hogy, hogy ugye ezt meghúzza a kapitány, mert kvázi kettő egy próbáljunk meg egyenlíteni, hogy tudunk egyenlíteni. De viszont az is igaz, hogy rögtön Szoboszlai Dominik becsúszott középre, kevesebben is lettünk a középpályán azonnal, ugye, mert, mert egy csatárral több volt fönt, tehát elvesztettük azt a fajta pozíciót, vagy létszámfölényes szituációkat, amit egyébként addig szorgos munkával sikerült kialakítani a második félidőben is, és ahogy ugye szépen el is kezdtük építgetni a támadásokat, hát ez, ez most nem jött be. Bízzunk benne majd, hogy a németek ellen jobb lesz. De egyébként szerintem ezt, ha le akarom egyszerűsíteni, full tiszta papírforma akkor, igaz? Tehát, hogyha a... Én, én szerintem ez a két csapat, a várakozás, tehát szerintem ne legyünk állnaivak, meg szerintem ne tagadjuk el, amiket egyébként akár mi, mondtunk, akár mi, is mondtunk, akár mi is mondtunk itt a, torna előtt. A, csapat között, a két csapat között papíron, és most nem, nincs a, a különbség. nem a transfermárt értékekre nincs, gondolok, nincs, nincs gondolok meg a játékosok klubcsapatai, mert az alapján nagy különbség van, és sokkal magasabb minőséget képvisel ez a svájci csapat. De a mutatott forma az előző egy másfél év válogatott mérkőzései alapján a két csapat között akkora különbség nem látszott, mint amit ami ennek a mérkőzésnek a nagy részében végül is körvonalazódott. Igen. Igen, de közben meg a svájciaknál is történt egy váltás azért az elmúlt uh, egy évhez képest, amikor a selejtező sorozatot végig szenvedték, és épp, épp csak kijutottak, akkor még négy védővel, védővel álltak fel, utána váltottak háromra, odahoztak egy másod edzőt a Jakinnak a fejére, ebbe volt is, volt is ugye feszültség, a csapaton belül általában csak a Liksteinert szerette volna a cimboráját. Uh, végül nem ő lett, hanem uh, hoztak máshonnan egy edzőt oda, um, és hát a svájciak ott előtte beszéltek arról, hogy nem tudják, hogy Uh, Jaki meg tudta oldani uh... A problémákat nem tudják, hogy működni fog -e ez a három védő, így nem tudják, hogy a Csakával sikerült-e megbeszélni a dolgokat a Jakinnak, de hát amely alapján Sik... egyébként ez sikerült, elég jól sikerült, mert Chaka is zseniálisan játszott. Hát ugye ment erről is a, a szövegelés, hogy a Jakin szerint az Akanji és a Sher nem tudnak egymás mellett játszani, és nem néznek ki jól, hát szerintem elég jól néztek ki ma egymás mellett a védelemben, akár a labda birtoklási periódusban, akár egyébként védekezésben, akár a labdán is jól néztek ki. És azért, hogyha az egyik oldalon megemlítettük Rosszina ezeket a személyi döntéseket, ugye itt voltak dilemmák, és ezekből sajnos nem tudom azt mondani, hogy jó döntések születtek, vagy legalábbis amit döntések megszülettek, azok a pályán nem néztek ki jól, nem nézett ki jól a pályán, nem nézett ki jól a pályán. Bántó hibák uh, voltak egy, egy Bántó hibák, és olyan játékosoktól is bántó hibák jöttek, mint itt a végén Vili Orbántól, nem azon múlt semmi, de hát, szóval, hogy nem emlékszem ilyen, ilyen óvodás vagy, vagy, vagy iskolás szerintem az évi egy a... hibáját megcsinálta, a másikat nem feltétlenül látod, mert azt meg a Bundesligában csinálja a következő évben. A másik egy oldalon például. ugyanakkor ott a Quadvo Dua, aki ö, harmadik válogatott meccsén, eddig összesen 45 perce volt a válogatottban, ez volt a második kapura lövése egyáltalán svájci válogatott mezben, abból azonnal gólt szerzett, azt hiszem, hogy 61 perc, 61. perce volt a válogatott pályafutásnak, Igen. amikor betalált elnök, első gólja a válogatottban egy nagy tornán. Ebischer első gólja válogatottban szintén egy nagy tornán, ugyanezen a mérkőzésen. És hát akkor említhetném Ebischer mellett az ő klubcsapatbeli csapattársát, Endoét, Freulert, akik jönnek egy fantasztikus szezont záró Bolonyából, önbizalommal telve, én azt gondolom, hogy játékosként is rengeteget fejlődve, tehát minden mutatóban a játék intelligenciájukat tekintve, ugye Tiago Motta munkájából profitálva, nagyon okosan rakusgatt össze ezeket a kis fogaskerekeket, mulettják. Én az elővisett volna megállnék egy pillanatra, mert, mert és ezt nem megint naivitásból, vagy hogy, hogy fogalmaztál? Hogy... naív, de nem Ál, gondoltam, hanem ha általánosan <laughs> Hogy, hogy azért az, az, nem, nem jött jól. Nagyon nagy gólt rugott a fiú amúgy, és ahhoz is asszisztáltunk, tehát a közelében kétszer-háromszor is lett volna a szituáció, amikor ütközni kellett volna, a testi kontaktust kellett volna keresni, ennyit nem lehet ott vezetni. Egyébként gyönyörű előtt el takarásból, tehát a gulát nem tudom amiatt ostorozni, mert... Hát ez egy jobb lövés volt, mint az Emre Gianni tegnap. Csodálás csodálatos, szép gólt lőtt a gyerek, tehát ez az le a kalappal, de hát a 45. percben... Csodálatos gólt lőtt, csak az volt a baj, hogy ott lőhetett. Há, Há, igen, és végig igen, moziszta. igen, igen, De ez ilyen szempontból azt akartam kihozni, mert az, hogy nem volt szerencsénk ezzel. A minden rossz játék ellenére csak egyel megúszuk a, a, vagy nem működő játék, egyel megúszuk az első félidőt, akkor talán más mérkőzés végkimenet lehetett volna de hát így, így nem, nem volt ez. Mondjuk a harmadik gól az nem osztott, nem szorozott, kicsit olyan volt egyébként, mint a Stibernek az osztrákok ellen lőtt gólya, amikor már jöttek, mint a mérgezett egér tíz emberrel is ellenünk, azt ott elszaladt és beemelt egy gyönyörűen. Tehát ez is egy ilyen szituáció volt, hogy kitámadtunk már, már most a második ilyen helyzet volt, vagy harmadik, amikor már nagyon kitámadtunk. Hát igen, jött a emboló, mint friss ember, akiről hát emboló, egy... a romboló. Na, hát jó, igen. jó masszív gyerek. Szóval róla lepattogtak a, a, magyar védők, tehát ott volt egy-két olyan ütközés. Igen. Egyébként azt sem zavarta meg enn bolot, hogy ott leesett róla valami térd vagy szomvédő vagy valami hasonló Igen. berendezés, az ott helyzet közben leesett róla, és abszolút ki meg se zökkent, ki se zökkent tőle. Nem. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy most mi játszik le az öltözőben, vagy hogy mit mondanak az edzők a, a csapatnak négy nap múlva kell játszani egy olyan Németország ellen, aki, aki meg demonstrációt tartott. Ö hogy, hogy változtatunk-e valamit felfogáson, visszábbnyúlunk-e stabil rutinokhoz, több pozíciós elemet visszaíva a játékba? Nem tudom, én, én nem tudom, hogy mit csinálnék, de hát hála Istennek, nem nekem kell lesz megoldani. Hát ez egy, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés lesz szerintem. Ugye alapvetően egy tornán, egy nagy tornán általában az a helyzet, hogyha egy csapat az első két mérkőzését elveszíti, akkor véget ér számára a megmérettetés. De, De az EB nem. És valójában a, a, a következő időszakra, ami kulcsmeccsünk az innentől kezdve a Skóci mert Csak egy még nagyobb pofont kaptak, persze egy alapvetően erősebbnek gondolt, vagy erősebbnek így csapattól a németektől. Ebből a szempontból valahogy, túl kell lenni a németek elleni mérkőzésen, miközben a legrosszabb hozzáállás, amivel belemetsz egy ilyen meccsbe, hogy legyünk túl rajta, éljük túl valahogy. A skótok valami hasonlóval mentek bele ebbe a nyitó meccsbe, és nagyon csúnya vereség nagy a vége. általában. Igen, ez a nehéz, hogy nem is lehet föladni ugye azt, hogy a gólszerzés lehetőségét, mert akkor véged van, mint a botnak. Tehát valamilyen olyan jó taktikát kell kitalálni, felállás taktikát, amiben azért benne van a remény, hogy gyors átmenetekből gólt tudunk szerezni és nagyon jól szűkítjük a területet hátul, mert nyilván a németek fogják birtokolni a labdát, tehát ez nem, nem kérdés. Igen, közben bocsáss meg, nyilatkozatokat próbálok itt beszerezni, azt mondja Szalai Attila, hogy ami korábban jellemezte az egész csapatot, az ma hiányzott. Nem védekeztünk elég agresszíven, túl sok területet adtunk a svájciaknak, könnyedén kipasszoltak bennünket. Hát körülbelül ezt mondtuk el. Minden, ami korábban jellemezte az egész csapatot, ma hiányzott, de van még két csoportmeccs, bármi lehetséges. Bármi lehetséges. Azt előzetesen is tudtuk, hogy nem a németek ellen kell valószínűleg nyernünk. Már a felkészülési meccsikön is, amikor a Toni Kroos visszatért, eléggé jól nézett ki ez a német válogatott. A Nágázon ezt jól rendbe tette. Készültünk arra, szerintem mindannyian arra készültünk, hogy Svájc ellen és a skótok ellen kell elérni egy jó eredményt. Úgyhogy most amit ott összehozunk, az, az mindenképpen Ajándék igazából szóval. Kicsit szerintem a, a csapatról is lekerült talán a nyomás, és nem is annyira baj, hogy nem a skótok ellen játszunk mondjuk a második mérkőzést, hanem a németek ellen, bármennyire is nézzenek ki jól ezek a németek. Hát nem tudom, szerintem arról lehetne még beszélgetni, hogy kell-e, lehet-e személyváltozásokhoz nyúlni a kezdőcsapatot illetően. Ugye itt, hogyha tényleg, tényleg elhisszük, elhiszük, hogyha nekünk a kulcsmeccs az a harmadik, és ha abból indulunk ki, hogy itt én ehhez tartom magam, hogy nem minden kulcsember teljesen egészséges, legalábbis a mutatott játék alapján, akkor szerintem lehet, hogy érdemes megfontolni azt, hogy, hogy bizonyos posztokon rottál a kapitány. De mire alapozott, hogy nem mindenki egészséges? Én, az, én a szobuszai játékát nézve majdnem biztos vagyok benne, hogy az hittem, hogy van valami invoz. nem. csörgött a zsebedbe a telefon, hogy... <laughs> lehet, hogy ezt írta valaki, de vagy ezt akarom. Márko vagyok, Márko vagyok, Jani. Vagy... Félcsapat beteg. <laughs> vagy azt, hogy fejezd be ezt a hülyeséget, mindenki egészséges hagyd abba. Nem tudom. Ö, vagy de... a franciákból indulsz ki, de a franciák kicsit távolabb vannak tőlünk, úgyhogy talán nem kaptuk el tőlük a vírust. Nem tudom, szóval ez egy, szerintem egy érdekes stratégiai kérdés, hogy, hogy, mit lép ilyenkor egy szövetségkapitány. Meg hát azért itt mondom, mondtam, neveket, hogy ki hogyan teljesített, szerintem itt azért fölvetődhetnek kérdések, hogy Szalai Attila fog-e pályára kerülni még ezen a tornán, azok után, ahogy a ma játszott. Neki azért van olyan helyettes, akit bele lehet dobni a mély vízbe. Szerintem ma is egy picit későn érkezett a Dárdai Marci hogy a fiola minden rutinjával együtt azzal a meccs mennyiséggel, ami az ő lábában van, egy ilyen helyzetben jelenthete megoldást. Um, langot valamiért lecserélte a szövetségkapitány után a fél én azon eléggé meglepődtem, hogy nem a fiola jött le, hanem a lang, és a fiolát inkább bejebb a lang helyére. Szerintem utána sem nyújtott sokkal jobb teljesítményt a fiola, azon a másik poszton sem, de de az nyilván jelzésértékű lehet arra nézvést, hogy mit gondolt Langnak a teljesítményéről. Ha csak nem valami egyéb tényező játszott ebben szerepet. Közben ott van négó, nem teljesen egészséges, Styles, abszolút nem egészséges, a bemelegítésen láttuk, hogy ő lényegében csak sétálgatott, tehát ő szerintem nincsen játékra alkalmas állapotban. Nem nagyon van alternatíva? Hát igen, szerintem oda térünk vissza amiről előzetesen is beszéltünk, hogy igazából itt két kérdőjel van, és két helyen lehetne szerintem is cserélni, mert tényleg nem nagyon van alternatíva, nem nagyon tudunk a padról a játékosokat behozni, akik jobb minőséget képviselnek, mint, mint ez, a, ez a kezdő, ami ma volt fent. Um, a szalajének a helye kérdése szerintem mindentől kezdve, meg, meg amit elő, is beszéltünk, hogy a, a, a négó, ugye, hogyha vissza tud térni, akkor, akkor nem biztos, hogy a fia lesz továbbra jobb. Srácok, ugye ez, ez egyébként egy visszatérő probléma, és én a Rossziban azt szeretem nagyon, hogy nem tudom, hogy ki hallja meg, meg ki nem hallja meg. Rosszi következetesen minden egyes nyilatkozatában elmondja, hogy nagyon vékony ez a jég, amin a magyar válogatott jár. Nekik nincs, nincs neki olyan uh, merítési lehetősége, mélysége, amiből egyébként könnyedén ki tud cserélni egy-egy olyan embert, akit amúgy mondjuk már harmadik európa van, rutinos játékosnak számít. Ha valakivel nem stimmel a, a, a helyzet, kicsit beteg, kicsit kevesebb játék persze van, az meglátszik ezen a válogatotton. Egyébként az egész, egész az utolsó 6-8 meccsünkön látszottak uh -huh. már ilyen, ilyen hullámok, pont azért, mert ugye amikor nem volt a Vili Orbán, akkor is azért inoktunk, de még éppen nyertünk, akkor a másik nem volt, akkor meg ott inoktunk. Tehát mindig mind mindig, de szerencsére ezek eddig jól sültek el. Ez, most, ez a mai meccs, ez most nem sült el ilyen szempontból jól. Az első félidő különösen nem sült el jól. Arról mit gondoltok, hogy ez a bizonyos sokat emlegetett 14 mérkőzéses veretlenségi sorozat mennyire altathatta el? Nem is a csapatot magát, hanem inkább a közvéleményt, mert az, hogyha megnézzük ezeket az ellenfeleket, akik ellen az a 14 meccses veretlenséget sikerült felépíteni, ezek nem rossz csapatok, de vannak köztük kifejezetten jók, akár hát a hogy? szerbek, akár a csehek, én játszottunk a görögökkel is. A törökökkel is. Törökökkel is, de az a minőségű ellenfél, ami Svájt, azt szerintem nem volt közte. Talán a törökök Néha voltak szervec, ehhez a... Szervec, szerintem nem? közelükben nincsenek. A pixi stojkovicsra a kispadon, ez egy, szerintem egy normális edzővel talán. Aztán majd holnap megverik az angolokat, és de, de szerintem nem. Bár egy, de egyébként azok is olyan mérkőzések voltak, amikor... Hát az, mi ezt, ez is, is ezt is, is következetesen elmondta márkor Rosszi, hogy óriási máznink volt azon a két mérkőzésen. Jó, nem a így volt, hogy óriási, de szerencsénk volt azon a két mérkőzés. Ezt mindig elmondja. Tehát ő nagyon őszintén nyilatkozik ezekről a dolgokról, és egyébként azt is elmondta, és akkor pontot is teszek a végére hogy simán benne van, hogy három vereséggel hazajövünk viszontlátásra, és az is benne van, hogy kicsit jobban megy és tovább jutunk. Se ebben a szituációban nem történik semmi, se abban, tehát nem lesz mármint úgy semmi, hogy nem lesz jobb a magyar válogatott, vagy rosszabb ettől. Mm -hmm. ezt, ezt tudjuk pillanatnyilag. Jó, Jackát választották a mérkőzés legjobbjának. Egyébként szerintem az nem ment rossz helyre ez az elismerés. Tehát ahogy Nagyon ő ő szervezte a játékot, az Nagyon kicsit hasonlított Crossnak a péntek este nyitó sem mutatott teljesítményéhez. Kevésbé már, a... látványos, mert ugye nagy kereszteket ő nem igen, neki, nincs benne a játékukban ez, és az mindig nagyon látványos, amikor 60 métert repül labda, és pont oda esik. Hány ilyen volt, ugye? Igen, meg neki két, rossz, két vagy három rossz passzol is volt az első fél időben, úgyhogy nyilván nem hasonlíthatjuk Há, a Tony Cross mesterhez. 55 per 55-höz nem lehet. Azt mondta meg. rendkívül diplomatikusan, hogy hogy egy jó ellenféle szemben értek el három pontot. Az első fél idő az övék volt, a második nehezebben alakult, de sikerült megnyerniük ezt a meccset, úgyhogy rendkívül diplomatikusan fogalmazottam, hogy ha már Tony Kroos, a tegnapi meccs után azt mondta, hogy nem szabad államvilágban ringatnia magát senkinek Németországban, mert a magyarok azok legalább egy polccal magasabban lévő csapat, mint ez a Skót, úgyhogy ott szerintem nem úgy készülnek, hogy... Biztosan nem, de viszont én szaván fognám ezt a Tóni gyereket, hogy ez bizonyítsuk be, hogy egy polccal magasabban vagyunk, mint a skótok, mert akkor, akkor én már nyugodt leszek. Mindenkit várunk akkor a következő zicserben, és mostanában köszi a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.